Mondhatni, hogy a már megszokott módon kezdte a mérkőzést a Kisvárda, azaz engedte elépni ellenfelét a Dévényi János megbízott edző által irányított hazai csapat. Az első félidő végén 16-9-re vezetett a két brazil világbajnokot és több magyar válogatottat bevető Váci együttes. A második 30 percre egy teljesen más Kisvárda futott ki, amely fokozatosan ledolgozta hátrányát, majd 21-21-nél utól is érte ellenfelét. Ott is van az egyenlítés, 21-21. Míg háromszor lett egyenlő az állás, a csattanó azonban a vendégeké volt, így a KKC vereséggel búcsúzott el erre az évre közönségétől. Nehéz úgy meccset nyerni, hogy folyamatosan 4-5-6 gólos hátrány kell ledolgozni. Ott a védekezésünk is puha volt, könnyen átmentek rajtunk, elől is lassak voltunk, statikusak, nem úgy támadtuk a falat, hogy kellett. Viszont, hogyha a fél idő derekára egy kicsit kezdtünk magunkhoz térni, és hogy a védekezésünk javult, hogy egy kicsit visszajöttünk a meccsbe, ott még egy kisre, hogyha nyugodtabbak a játékosok, akkor még kisebb hátránnyal mehetünk volna a szünetbe, hogy gondolok itt a két kihagyott 7 méteres és egy jó pár zicserre. Ott egy kicsit megremegett a kezünk, viszont ami kiemelendő a csapatnak a küzdeni tudásra, illetve a második fél időben aztán 10 gólt kaptunk, ami azért megsüvegelendő. A vendégek edzője szerint jó első félidei játékuknak köszönhetik, hogy sikerült megnyerniük a mérkőzést. Szinte minden bejött az elején nekünk, tehát a védekezésünk rendben volt, kapus teljesítményünk, abból indítás, lerohanás gólokat tudtunk lőni, illetve a befejezéseknél is elég jó százalékkal betaláltunk. Itt már az első félidő második felében kicsit akadozott már a játékunk, de még mindig tudtuk tartani ezt a magabiztos előnyt, és aztán sajnos ez a magabiztos előny egy kicsit megnyugtatott bennünket. Ezt a mérkőzést mi az első félidőben nyertük meg. A tabella élén a 100%-os Győr áll, megelőzve az egy vereséget elszenvedő Érdet. A Kisvárda két győzelemmel és 6 vereséggel a 10. a táblázaton. Az Európa-bajnokság miatt a következő forduló december 30-án rendezik, addig edzőmeccsekkel és tornákkal készül a KKC.